Sokan megkérdőjeleztétek azt, hogy a zombi a legidegesítőbb mob. Hát ha harc, zombiefanok, legyen harc! Meghoztátok a kedvemet egy újabb 10 érdekes tényes videóra. Mai kiválasztottunk nem más, mint a csontváz. Hogy igazatok volt-e abban, hogy ezeket valóban jobban gyűlöljük, az most kiderül. Ha kíváncsi vagy, hogy mik lehetnek ezek az érdekes tények és miért lehetnek idegesítőbbek a csontvázak, nyomj a videóra egy lájkot, illetve ha szeretnél ilyen vagy ehhez hasonló királytartalmat a csatornán, ne felejts el feliratkozni se, így támogatva munkásságom. Vágjunk is bele! Az első tény az azt mutatja, hogy ezek a mobok a legegyedibbek a játékban. A skeletonok mind a normális világban, mind a netherben megjelennek és spannolhatnak. Hogy ez miért van, azt nem tudom, mert ha már pokol a nether szó jelentése, miért ne lehetnének ott zombik is, ha már a csontvázak is hozzá tartoznak. Mindegy, ez tudja ott lesz akkor is, hogy felbosszantson és lőjön 0-24-be, tehát egyrészt igazatok van. Második, a skeletonok íj nélkül sokkal gyorsabban futnak. Ugyanis ugyanazzal az ID-vel rendelkeznek, mint a Wither skeleton, és ugye náluk nincs íj, csak kard, ezért gyorsak, így a sima csontvázak is íj nélkül ugyanolyan gyorsak lesztek, mint pokolban levő társaik. Szóval, ha íj nélkül látjuk őket, akkor az lesz számunkra idegesítő, hogy könnyebben utolérhetnek. Harmadik, egy szokatlan állítás, mégis igaz, de hál' Istennek megváltozott. A játékban kezdetben a skeletonok úgy fogták az íjat, mint a sima item lett volna. De jó ég, hogy néz ez így ki. Magát a lövés effektet még nem láttam, de biztos hasonló élményem lett volna, mint ránézni erre a képre. Szerencsé, hogy akkoriban még nem játszottam vele, mert elvette volna azonnal a kedvemet a játéktól. Viszont számomra a ti véleményetek is fontos. Írjatok a komment szekcióba és osszátok meg velem azt, hogy ti mit gondoltok erről, vagy esetleg aki már játszott vele és tapasztalta, milyen volt. A negyedik tény viszont az én pártomat fogja. A csontvázak a legtöbb átlátszó blokknál nem vesznek észre téged. Te kedvedre megtámadhatod, de ha elég rossz helyzetben vagy, csak bebújsz egy két blokk magas fűcsomóba vagy nád mögé, és a balfék csonti már azt sem tudja, hogy hol vagy. Cseles kis glitch, felettébb érdekes. Az ötödiket szerintem tudhatjátok, de új játékosoknak érdemes tudni, mielőtt nehézséget választanak. A nehézségi szint adja meg a skeletonok nyilainak pontosságát. Könnyű módon akár 10 lövést is kihagyhatnak, normálon 6 az átlagos, de nehéz fokozaton csak 2, ami már azért elég drasztikus következményekhez vezethet, tehát nehéz játékmódnál azért idegesítőek, mert könnyebben nyírnak ki. Hatodik érdekességünk elég vicces. Minden év október 31-én a csontvázak 22,5%-a tökkel a fején generálódik le, és 2,5%-kal világító tökkel, azaz jack-o-lanternnel. De a vicces melléknév mellé becsúszhat még az izgalmas melléknév is, mivel tököt hordva a fejükön nem égnek el, tehát mindenféleképpen éppen nekünk kell kinyerni, szóval tökösnek kell lenni. Ez gyenge poén volt, menjünk tovább. Hát ráadásul ismét nektek volt igazatok. Hetedik tényünk a listán az nagyon-nagyon érdekes, és nem tudni, hogy mi értelme van ennek a jelenségnek. 4% esély van rá a játékban, hogy a skeleton bal kezében tartja az íjat. What the fuck? Valaki tud segíteni, hogy hol lehet ebben a logika? Ha te esetleg vágod, akkor írd le ezt is kommentben, én igazából kitalálni se tudom. 8. állításunk viszont azt jelzi, hogy a csontiktól parázni nem szükséges, főleg akkor nem, amikor van mellettünk egy kutyus is. Ugyanis ha leszpannoltatsz egy farkast, abból azonnal agresszív mob lesz, amint meglátod a csontvázat. És itt az a legfigyelemfelkeltőbb, hogy ez a csontváz fél a kutyától. Igen, a skeletonok nem lőnek vissza a kutyára, hanem elkezdenek menekülni. Ez szerintem amiatt van, hogy a való életben imádják a kutyák a csontot, és úgy gondolták a fejlesztők, hogy miért is ne lenne poén, hogy ezt tudva a csontvázak inkább menekülnek. Csak ne rágják el őket. 9. tényünk meghallgatásával már azt is tudni fogjátok, hogy hogy találtunk CD-ket. Nem csak a mob spanner ládáiban. Ha a skeleton halálra lő egy creepert, akkor a meghalt mob nagy eséllyel fog kidobni egy random CD-t a 12-ből. Ez is inkább elképzelhetetlen, mint érdekes, mivel itt se értem azt a logikát, hogy miért pont egy creeperből jön ez ki, ráadásul úgy, hogy egy csontváznak kell végeznie vele. Állhatjuk is, ezek megfejtése nem az én feladatom. Vagy legyen? Utolsó tény a videónkban. Ez teljesen aktuális az elmúlt évek robbantgatásai miatt. Érdekességből utána néztem, és képzeljétek el, hogy találtam olyan videót, ahol az látszódik, hogy a Minecraft test szerveren, amikor elpusztítottál egy csontit, akkor az nem csak egyszerűen meghalt, hanem felrobbant és nyilak löveltek ki belőle, ami a legtöbbször 7 darab volt. Hát én nem gondoltam volna, hogy a skeletonok is terroristák. Viszont feléd van még egy kérdésem. Tetszette a videó? Ha valóban így van, fejeld meg azt a like gombot, és lesd meg az ezután következő outrómat, amiben minden olyan lépést elmondok neked, amivel értesülhetsz a fejleményekről a csatornán, legyen az videó, élőadás, vagy talán közösségi poszt. Viszont én most búcsúzom, és remélhetőleg találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Ha tetszett az a videó, dobjatok egy like-ot és egy feliratkozást, ezzel is mutatva az, hogy tetszik nektek a sorozat, és bíztattok, hogy folytassam munkálataimat ezzel kapcsolatban. És ha már itt vagy, ne felejtsd el bekapcsolni a csengőt és bepipálni azon belül a rubrikákat, hogy nagy eséllyel kapj értesítést az új videóimról, esetleg élő adásaimról. Sziasztok!